hogy rengeteget gondolkoztam azon, hogy hogyan meséljem el nektek a nyaramat így egyben, egy videóban, hiszen ahogy már mondtam előző videókban, életem legjobb nyarán vagyok túl, és végül úgy gondoltam, hogy mivel az első Draw My Life-os videóm jól sikerült és nagyon szerettétek, ezért ezt a nyaramat is most lerajzolom nektek. Mivel ezek a kezek nem igazán alkalmasak rajzolásra, ezért most is megkértem az egyik barátomat, Rózit, hogy ő rajzoljon helyettem. Szóval a YouTube-nak és nektek köszönhetően rengeteg új barátot, rengeteg új ismerőst szereztem, és rengeteg kalandban volt részem. Igaz, nagyon keveset voltam itthon, de ezt egyáltalán nem bánom. Kezdjük az elején, belekezdtem a napi vlogokba, eldöntöttem, hogy minden nap új videót fogok csinálni, és ugye ezért szervezni is kellett magamnak minden napra programot, vagy minden napra valami témát. Viszont jött az első telefon Kristóftól, és az első lehetőség méghozzá Montenegró. Szóval Kristóf csibész barátom felhívott, hogy nincs-e kedvem elmenni Montenegróba vele. Mondtam, hogy dehogy nem, hát nagyon szívesen. Annak ellenére, hogy nem szeretek repülni, most egy kicsit kívántam valahogy inkább repüljünk, ugyanis buszoztunk körülbelül 16 órát, ami 2 méteresen nem a legjobb, viszont őszintén mondom, hogy megérte. Annak ellenére, hogy Montenegrót kicsit visszamaradottabb és egyszerűbb országnak ismertem meg, elmondani nem tudom, hogy mennyire gyönyörű. Soha nem szoktam visszanézni saját videóimat, viszont a montenegrós vlogokat nem egyszer néztem már vissza, és olyan szinten feltölt, olyan szinten vágyakozok oda, hogy csak remélni tudom, hogy ezt belőletek is ki tudtam váltani. Ezután hazajöttem Montenegróból, körülbelül reggel 8-ra értünk haza, egész éjszaka buszoztunk, és másnap reggel már indultam is a Balaton Soundra, úgyhogy egy nap volt arra, hogy a ruháimat kimossam, és egy picit így lelkileg átszellemüljek arra, hogy most a Magyarországon vagyok, és megyek máshova. Ide nem egyedül, hanem Barnival és Ábellel mentünk, meg persze sok-sok másik youtuberrel találkoztunk a Soundon. A Balaton Soundon egyébként nagyon-nagyon jól éreztem magam, viszont csak 2 napot tudtam itt tölteni, ugyanis a másik nap éjszakáján már csatlakozott is hozzánk Ati. Bulisztunk egy nagyot, és másnap hajnal 3-kor már indultunk is haza a Vácra, ugyanis aznap még 8-kor indult a vonatunk a keletiből Németországba. Mondanom sem kell, hogy mennyire fáradtak voltunk, és az egész utat kb. A büfékocsiban töltöttük, ahol folyamatosan ettünk, és itt legalább kicsit kényelmesebb volt ülni, mint a fülkénkben. Na, de ezután megérkeztünk Münchenbe, ott átszálltunk egy másik vonatra, azzal mentünk tovább Ulmba, ahol vártánk Rózi, Attinak a húga, és vitt minket tovább Biberach közelébe, egy kis német faluba, ahol ő lakott a nyáron, mivel ott nyári munkázott Németországban. Itt 4 napot töltöttünk, viszont nem unatkoztunk. Az első nap elmentünk Majnauba, Rózsák szigetére. Ez egy gyönyörű sziget, egy nagyon-nagyon gazdag sziget, és képzeljétek el, hogy a sziget egyik oldala még Németország, a másik oldala Svájc, úgyhogy ez egy ilyen kis érdekesség. A másik nap viszont úgy döntöttünk, hogy elmegyünk Svájcba, és megnézzük a Rheinfall vízesést, ami azt hiszem Európa egyik legnagyobb vízesése. És nem csak megnézni lehet ezt a vízesést, hanem hajóval bevisznek a vízesés alá, ahol hú, hát ez egy rettenetesen jó érzés volt, mert itt azért megtapasztalja az ember, hogy milyen ereje van a természetnek, hiszen úgy dobálta a hajónkat a víz, amikor ott voltunk a vízesés alatt, mint hogy egy kis kavicska lennénk a tengerben. Úgyhogy ez nagyon jó érzés volt megtapasztalni. Ezután viszont elég későn hazaértünk Németországba, és hát megmondom őszintén, hogy Montenegró, Balatonszámod és Németország így egybe eléggé kivett az energiámból, ezért az utolsó nap egész nap otthon pihentem, videót vágtam, filmet néztem, illetve bemutattam nektek a kis falut, ahol laktunk. Másnap hajnalban indultunk is haza Németországból, hozzáteszem, elviselhetetlen volt a vonatút, rengetegen voltak a vonaton, és tényleg arra számítottam, hogy üres lesz hazafelé a vonat, de kb. Volt, aki állt a vonaton, mert nem volt helye, és hát ezután beteg lettem. Ami nem a vonatútnak köszönhető, úgy gondolom, hogy egy kicsit kifáradtam, szó szerint elfáradt a szervezetem, és tüdőgyulladásom lett, másfél hétig feküdnöm kellett, fut rettenetes volt, és itt megszületett az egyik barátommal, Nattival az ötlet, hogy mi legyen a következő kalandos utazás. Így hát teljesen spontán jött az ötlet telefonba, hogy menjünk el Rómába, ahol én ugyan már jártam, de az akkori vlogokban is elmondtam, hogy rettenetesen visszavágyom oda. Na hát megérkeztünk Rómába, és elfoglaltuk az Airbnb-s lakásunkat, ami természetesen egyáltalán nem úgy nézett ki, mint ahogy a képeken néztük. Konkrétan hiányzott egy plusz szoba és egy erkély, ami a Airbnb oldalán fenn volt, na de nem baj, ez van. Hát a következő 2 napot városnézéssel töltöttük, körbe mentünk Róma nevezetességein, amiket én ugyan már láttam, de ezeket másodszor is olyan megnézni, mintha tényleg először látnád őket. Itt volt például a Colosseum, a Trevikút, a Spanyol lépcső, Vatikán, stb. Miután túl voltunk Rómán, kijött a következő spontán ötlet, menjünk el Amalfiba.
Így hát a következő napon béreltünk egy autót, és elindultunk Amalfiba, úgy, hogy semmi szállásunk nem volt foglalva, sok ruhát sem vittünk magunkkal, és egy 4 órás útról beszéltünk, tehát ez nem egy olyan út, hogy csak oda megyünk és jövünk is vissza. Rettenetesen hosszú volt az út, de gyönyörű helyeken mentünk keresztül, bár a hatalmas hegyi utakon tényleg remegve vezettem, mert ugye eléggé tériszonyom van, és itt ilyen másfél méterek választottak el a szakadékoktól minket, de egy erősebb pillanatomban még élvezni is tudtam a látványt. Délután megérkeztünk Amalfiba, ami hú, hát nem is tudom, hogy mihez fogható, egy tengerparti kis elég gazdag város, ami igazából egy hegynek az aljában van, és egy kicsit ilyen ókori beütésű, inkább modern ókoria van ilyen. A partja tele jaktokkal, bármerre nézel, tele hatalmasabbnál hatalmasabb jaktokkal. Itt megebéd vacsoráztunk, az ebédhez már késő volt, a vacsorához viszont még korán, úgyhogy megebéd vacsoráztunk, ezt így neveztem el. Utána pedig bementünk körbenézni a belvárosban. Na viszont itt jött két probléma. Az egyik, hogy kicsit elszámoltuk magunkat pénzügyileg, úgyhogy mindkettőnek kicsit elfogyott a pénze. A másik pedig, hogy péntek volt, így utalni sem tudtak otthonról nekünk. Szállásra még volt pénzünk, bár szállásunk még akkor sem volt, viszont másnapra és az azutáni napra, a hazajutásra, stb. Már semennyi nem maradt volna. Na de ez nem baj, mert kb. 2 óra alatt sikerült megoldást találnunk a pénz problémára, viszont már aznap nem tudtunk felvenni pénzt, az már másnap reggelre maradt. Szállásunk viszont még mindig nem volt, ugye, viszont itt jött a női erő, és Nati elkezdett intézkedni a szállás után, ami ugyancsak lehetetlennek tűnt, mivel kb. Tele volt minden, és sehol nem volt már hely. Szerencsére egy csomó telefonálgatás után Nati talált egy szállást, ami a hegy tetején volt, kb. Bő 1-1.5 órára autóval Amalfitól, de legalább volt szállásunk. Elfoglaltuk a szállásunkat, vacsoráztunk, és hát körülbelül 3 másodperc alatt el is aludtunk. Ekkor jött a másnak, kicsit fáradtan ébredtünk, el is aludtunk, és egy gyors reggel után sietünk is le Amalfiba, hogy legyen még ugye motorcsónakunk. Lent ketté váltunk, én elmentem a pénzért felvenni a pénzt, amit küldtek, Nati pedig elment hajót intézni. Természetesen már nem volt szabad hajó, de ismét jött a női különleges erő, és Nati valahogy elintézte, hogy mégis legyen hajónk, úgyhogy engem már úgy fogadott, hogy Henry van hajónk. Beszálltunk a hajóba, félig angolul, olaszul, németül megpróbálták nekem elmagyarázni, hogy hogyan kell használni a hajót, amit egyébként már én szerencsére tudtam, de fogalmam sincs, hogyha például ezt egy olyannak magyarázzák így el, aki nem vezetett még hajót, az hogy érti meg. Na hát elindultunk, viszont Nati elfelejtette mondani, hogy még nem hajózott tengeren, plusz azt is elfelejtette, hogy nincs rajta sapka, és a 2,5 órás tengeri utat tűző napsütésben sapka nélkül végigülte, ami tengeri betegséghez is egy kis napszúráshoz vezetett. Ahogy odaértünk Capri szigetére, ami hozzáteszem egyáltalán nem volt egyszerű út, hiszen nagyon szeles idő volt, hatalmas hullámok voltak a tengeren, főleg a nyílt tengeren, amikor átmentünk Caprihoz, itt Nati kijött a rosszulét és mondta, hogy azonnal kössünk ki, mert tényleg rosszul van. Én tanulmányoztam a térképet, amit persze nem tudok tanulmányozni, mert soha nem tanulmányoztam még térképet. Rossz irányba indultam el, és megkerültem az egész szigetet, így hát közel 45 percre sikeredett ez a kikötés. Viszont megtaláltuk a legnagyobb kikötőt, kikötöttünk, és a kikötőmesterek már is megfogták Natit, árnyékba vitték és lefektették, majd vízzel locsolták, hogy jobban legyen. Én kb. Fel se fogtam a helyzetet, és miután elpakoltam az utcokat a hajóba, hogy nehogy ellopjanak valamit, oda mentem Natihoz, és az első kérdésem az volt, hogy drónozhatok-e. Ő mondta, hogy persze, de amíg nem szólt, hogy mekkora paraszt vagyok, eszembe se jutott, hogy nem ezt kellett volna először megkérdezni, hanem mondjuk azt, hogy hogy van. Na de mindegy, én sem vagyok egyszerű eset. 1-2 óra után Nati jobban lett, és visszamentünk Amalfiba, ami le a kalappal, hogy azt a megint 2,5 órás utat kibírta, hiszen akkora hullámok voltak, hogy a végére már én is egy kicsit kezdtem rosszul érezni magam a nyílt tengeren. Ezután ettünk, vásároltunk, és kb. Éjfélkor visszanyitottunk Rómába. Fú, hát azt az éjjeli vezetést senkinek nem kívánom. Egy egész napos hajóvezetés után a tengeren azért a nap és a víz eléggé kiszívta az energiámat. Reggel vagy hajnal 4-ig vezettem Rómába, ahonnan már másnap reggel 9-kor indult is a gépünk Budapestre. Miután hazaértem Rómából, hát nem igazán volt következő program, illetve megtervezett következő program. Szeretek spontán élni, de úgy voltam vele, hogy jól fog esni egy kis pihenés, ugyanis Montenegró óta ugye egy percet se pihentem körülbelül. Ekkor viszont jött egy telefon a Coca-Colától, hogy kicsit későn szólnak, de nem szeretnék kimenni Krétára egy nemzetközi influencer találkozóra 3 nap múlva. Hát mondanom sem kell, hogy mennyire felnevettem, ahogy ezt meghallottam, természetesen azonnal igent mondtam. Végre volt 3 napom, hogy az összes ruhám ki legyen normálisan mosva, és 2 napot azért itthon is töltsek. A repülőút a szokásos volt 2 pohár indulás előtt, viszont egy picit jobban izgultam ettől az úttól, mert nem az átlagos 1,5-2 órás, hanem több mint 3 órás útról volt szó, de szerencsére semmi probléma nem volt. Megérkeztünk, és ott már öt is értünk egy busz, egy hatalmas merci busz, amiben igazából csak 3-an ültünk, és hideg innivalóval és szendvicsekkel vártak minket, ami egyébként már nagyon szimpatikus volt. Innen elvittek minket a hotelünkbe,
Az a vicc, hogy az időérzék a sofőrnek nem volt a legjobb, mert akárhányszor kérdeztük, hogy mennyire van még a hotel, mindig azt mondta, hogy fél óra. Ahogy beültünk a kocsiba rögtön, mennyi idő lesz az út? Kb. Fél óra. Megkérdeztük egy óra után, mennyi van még? Kb. Fél óra. Na hát kb. 2,5 óra volt az út egyébként, és a sziget másik oldalára mentünk. Itt kiraktak minket, és életem eddig leggyönyörűbb hotelében találtam magam. Fogalmam sem volt, hogy milyen programok várnak ránk, miket kell majd csinálni, miről szól igazából ez az egész utazás. Megkaptuk a szobánkat, illetve én egy bungalót kaptam, ahova képzétek el, hogy egy ilyen golfkocsival vittek le, hogy ne kelljen sétálnom, és bármikor telefonálhattam, ha nem akarok sétálni, hogy jöjjenek értem és vigyenek fel a hotel bejáratához. Ebédeltünk, majd már az elsőnek mondták, hogy elvisznek minket a Voa Summer House-ba, amiről először fogalmam sem volt, hogy micsoda. Egy másfél órás út után érkeztünk egy hatalmas villába, ami hát nem is tudom mihez kötni. Képzétek el egy villát, hatalmas, világító, zöldfűves kerttel, nagy medencével és minden dologgal, ami a szórakozáshoz kell. Volt egy közös vacsora, az influencerek megismerhették egymást, én egyébként itt ismerkedtem meg Damiennel és Alexel, a két bűvésszel, és Karolinával, az olasz-litván influencerrel, aki egyébként eszméletlenül gyönyörű volt, és velük azóta is barátságot ápolok, majd mondták, hogy mehetünk pihenni, mert másnap reggel 8-kor már indulás van. Így hát visszamentünk, pihentünk, aludtunk, és másnap indulás volt. Az egész ház lényeg egyébként az volt, hogy igazából egész nap szórakozhattunk, élvezhettük az életet, tényleg minden megvolt hozzá, viszont egész nap egy forgatóstáb ment körbe, és néha előre megtervezett, néha pedig spontán feladatokat mondtak, hogy ha van kedvünk, akkor megcsinálhatjuk. Hozzánk az első nap közepénél jöttek oda, hogy szeretnénk-e víz alatt kólát inni, hát mondtuk annál, hogy persze, hogy szeretnénk. A forgatócsoport gyorsan összekészült, majd kb. 30 ugrás után és víz alatti kóla ivás után mondták, hogy most már tökéletes felvételek születtek. Addig egyébként a félmedencét kiittam, de komolyan megérte. A következő nap már nekünk is volt feladatunk, amitől megmondom őszintén, hogy egy kicsit izgultam, bár még pontosan nem is tudtam, hogy mi lesz az. A nap elején reggel elvittek minket egy tengerpartra, ahol programokkal vártak minket. Felállt kb. 15 influencer egy ilyen, hát nem is tudom mi a neve ennek a dolognak, ez egy ilyen, olyan volt, mint egy szörfdeszka, viszont 15-en elfértünk rajta. És ezzel elvittek minket egy ilyen kis tengeri barlanghoz és egy sziklához, ahonnan ugrálni lehetett. Először picit izgultam, hogy semmi a motorcsónak nem kísér minket, ha bármi van, de amikor odaértünk, képzétek el, hogy azon kívül, hogy két motorcsónak állt ott, tele kamerással, még búvárok is voltak alattunk, akik a víz alatt kameráztak minket, illetve vigyáztak ránk. Ezután visszavittek minket a Voa Summer House-ba, ahol két külföldi influencerrel kellett Annának és nekem egy olyan videót csinálnunk, ahol mi magyar mondatokat, ők pedig a saját nyelvükön leírnak mondatokat egy papírra, és ki kell találnunk, hogy mit jelentenek. Ezután pedig volt egy bűvész mutatvány, amit Alex és Damian mutatott be nekünk, csak most kamerák előtt, majd később Damian a színpadon. Miután ennek vége lett, jött a szomorú búcsú. Volt, akinek már másnap hajnalban mennie kellett haza, de nekünk szerencsére nem. Mi a repülő miatt még egy napot maradhattunk, és én ekkor fedeztem fel a hatalmas hotelt és a hotel környékét, majd délután kiültem a csendes naplementébe, elindítottam egy zenét, és szó szerint miközben ment le a nap, hullámzott a tenger, pár percig őszintén tudtam élvezni az életet, és semmire nem gondolni, elmondani nem tudom, hogy mennyire jó érzés volt, és elmondani nem tudom, hogy mennyire visszavágyom abba, csak azt a pár pillanatot, hogy újra megélhessem. Ezután pakolás és másnap indulás haza, reggel végigaludtuk a taxi utat, ami a reptére vezetett, viszont megint két pohárka után én annyira feloldottam a repülőre, hogy egy a Sziget Fesztiválra érkező holland lánynak csiroptattam az alapszintű bűvésztudásomat a repülőn végig, amit egyébként Alex tanított. Leszálltunk, hazajöttünk és onnantól jött egy picit chillesebb időszak így a nyaramba. Természetesen rengeteg helyen voltunk még nyáron, Gyurival, Kristoffal, Ábellel és Barnival, többek között a színen is Szegeden, ami attól függetlenül, hogy nem a legnagyobb fesztivál volt az életemben, de kimerem jelenteni, utána ezt a fesztivált élveztem a legjobban. Na de ezen kívül még számos kisebb helyen is voltunk, és ezek a kisebb-nagyobb helyek mind-mind hozzátettek ahhoz, hogy tényleg kimerjem jelenteni, hogy életem leges-leges legjobb nyarán vagyok túl. Rózinak nagyon-nagyon szépen köszönöm a segítséget, az Instagramját lent a leírásban megtaláljátok, én pedig arra a döntésre jutottam, hogy ezt a füzetet, amivel most rajzoltunk, ezt nem tartom meg, mint az előzőt, hanem kisorsolom nektek, úgyhogy a leírásban írjátok le, hogy nektek melyik utazáson volt a kedvencetek, és a kommentelők között ki fogom sorsolni ezt a füzetet. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ma is, ne felejtsetek el feliratkozni, és holnap ugyanitt találkozunk. Sziasztok!